Eddig nem született egységes európai álláspont a kötelező betelepítési kvótáról. Több ország, köztük Magyarország is elutasítja a bevándorlók betelepítésére vonatkozó Európai Uniós előírást. A kérdésben a hegyvidéki önkormányzat képviselőtestülete is véleményt formált. Kvóta semmit nem tesz azzal kapcsolatban, hogy a valós rászorult menekülteket és a gazdasági bevándorlókat meg tudjuk különböztetni. Ugyanígy a kvóta semmit nem csinál azzal kapcsolatban, és semmit nem old meg, hogy az Európai Unió területére bűnözők és terroristák be tudnak kerülni, és azért a párizsi, a német, meg a belga történések azért azt mutatták, hogy van köze és van összefüggés a bevándorlás, a migráció és a terrorizmusnak a megjelenése vagy az erősítése között az Európai Unióban. Az előterjesztést 13 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A képviselők a Csörsz utca, Alkotás utca sarkán lévő ingatlanok elidegenítéséről is szavaztak. Ezek a bizonyos Csörsz utcai parkolók, Csörsz utca, Alkotás utca, mert van amelyiknek Csörsz utca 6-as száma, másnak meg Alkotás utcai parkolók. Most itt van előttünk egy némileg módosított változatban, annyi a módosulás, hogy nem együtt, hanem egyben értékesítenénk ezeket az egyébként külön-külön helyrajzi számon szereplő telkeket. Az előterjesztést 14 igen és 4 nem szavazat ellenében fogadta el a testület. Akinek a hegyvidéken van az állandó lakóhelye, az egy saját tulajdonú, illetve üzemeltetésű, vagy a munkáltatójától kapott kizárólagos használatú gépkocsi után kérhet ingyenes parkolási engedélyt a kerület területére. Hát ha vállalkozó egyéni vállalkozó, akkor nincs különbség. A gazdálkodó szervezetek számára van egy másik konstrukció, de az nem biztosít díjfizetés nélküli parkolást. Ott minden alkalommal SMS-ben parkolást kell indítani, és a parkolási díj 30%-át kapják kedvezményként. A kedvezményes parkolási engedélyek kiadását szabályozó fővárosi önkormányzati rendelet azt is előírja, hogy az előző évi engedélyek január 31-ig érvényesek. Két lehetőséget tudunk ajánlani. Az egyik az, hogy személyesen itt az ügyfélszolgálaton igazolja a jogosultságát forgalmi engedéllyel, lakcímkártyával is kiadjuk az engedélyt, a másik pedig az online megoldás, ahol regisztrálni kell, és akkor otthonról, interneten keresztül is benyújthatja a kérelmét, és megkapja az engedélyt, ha minden feltétel teljesül. Fontos információ, hogy az online ügyintézést választóknak is be kell fáradni egyszer az ügyfélszolgálatra, hogy a regisztrációjukat hitelesítsék, ám ezt követően már egyetlen online ügyintézéshez sem kell személyes jelenlét. Cifra György nevét szinte az egész világon ismerik. Neki állít emléket az a fesztivál, amit Balázs János zongoraművész kezdeményezésére február 25-e és 28-a között rendeznek meg a MOM Kulturális Központban. A programban olyan neves művészek közreműködnek, mint Vásári Tamás, Lajkó Félix és Szakcsi Lakatos Béla. Ez egy nagy tisztelgés Cifra György előtt, és úgy éreztem, hogy nem csak a klasszikus zenének, hanem a világzenének és a jazzzenének is képviseltetnie kell magát. A Cifra Fesztivál iránt a vártnál is nagyobb az érdeklődés. A szervezők több ezer résztvevőre számítanak. Amire még lehet jegyet kapni, az a február 25-i Ágyuk és Virágok című Balázs János zongora művész koncertje. Erre is kevés van már, de bátorítom a nézőket, a látogatókat, hogy mi hamarabb vegyék meg, mert a napokban azt gondolom, hogy ezek a jegyek is el fognak kelni. A fesztivál nem csak Cifra György életművének bemutatását tűzte ki célul, de egyúttal a fiatalok érdeklődését is fel szeretné kelteni a klasszikus zene iránt. Éppen ezért a koncertek mellett mesterkurzussal és kiállításokkal is várják az érdeklődőket. Emellett pedig egy gyerekeknek szóló rajzpályázatot is meghirdettek a szervezők. Több mint 200 ilyen zenemanó érkezett online, illetve papíralapon is, és nem csak Magyarországról, nem csak Budapestről, hanem határon túlról, akár Angliából, de más országokból is. A Cifra Fesztivál programja az interneten is megtalálható.